tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a bölcsek szakiskolája. Vámház körút 9. Vitalitásfogászat, ahol a legkorszerűbb implantátumokat és koronákat kínáljuk kedvező áron hosszú távú garanciával. Magas színvonal, teljes körű ellátás, barátságos, nyugodt légkör. Vitalitásfogászati központ, csúcsminőség a fogászatban. Ruházat, védő és edző felszerelések, fitness, karate, taekwondo, kickbox, minden, ami harcművészet. Sportosat. Híradónk vendégei Bársony Bernád, junior EB bronzérmes ökölvívónk, valamint a válogatott szövetségi kapitánya Farkas József. Szervusztok! Na hát, gratulálunk a bronzéremhez. Csapjunk is akkor bele, közepébe. Ez volt az elvárás, így indult el a Keszthelyi Európa-bajnokságon, hogy érmes leszek, vagy hát hogy indultál el? Neki, hogy meg szeretném nyerni, de a dobogóra mindenképpen felszerettem volna állni, és az sikerült is. Hát az elődöntőt elszúrtam, azért a döntőbe nem voltam benne. Meg ha jól tudom, előtte ugye, azt egy grúzzal meccseltél, ugye? Igen. Az viszont egy parádés mérkőzésed volt, ha jól tudom. Hát feladták a harmadik menetbe. Ugye? Akkor ez hogy van? Van egy nagyon jó meccse, ugye? És a következő meccse már nem tudja azt nyújtani. Hát gyakorlatilag nem jól mondta el szerintem, nagyon szerény. Tehát nem szúrt el, egy nagyon kemény versenyzőtől kapott végül is ki, tehát az orosz versenyző, akivel végül is összekerült az elődöntőbe, az nagyon komoly versenyző, nagyon érett versenyző volt. Viszont neki volt két kemény mérkőzése már előtte, tehát első nap egy török ellenfeled volt, jól emlékszem, így van. És azért az a török ellenfél, az nem akárki volt, tehát nem csak európai ranglistán, de egyébként is világranglistán láttuk ezt, és tartottuk a kapcsolatot olyan szakemberekkel, elmondták, hogy ez egy komoly versenyző, komoly nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező versenyző, és gyakorlatilag itt minden erőt összpontosítani kellett, nem csak ő neki, nekünk is, mint edzőknek, és itt kijavítanálok, mert nem szövetségi kapitány vagyok, nem akarom elvenni ezt a Kovács Lacitól ezt a cicséget, viszont ennek a korosztálynak én vagyok a felelős vezetője, felelős edzője. Akkor nem nincs, hogy teszem azt, hogy a korosztály szövetségi kapitány, akkor ezt nem így fogalmazzátok. Szokták így mondani, de nálunk azért nem így van. Egy szövetségi kapitány van, az most ilyen per pillanat a Kovács Laci. És akkor te meg vagy a adott így korosztálynak, van, ugye van. A szövetségi edzője. Van. Ennek a junior 15-16 éveseknek vagyok az edzője. Jó. És talán annyit még erről versenyről, hogy 33 ország volt, tehát egy világra szóló nagy esemény volt, nem csak európai szinten, itt mindenki felfigyelt erre,
különösen azért, mert most indulunk, most készülünk a világbajnokságra, ami Kazasztánban lesz. Tehát nagyon fontos mérföldkő volt ez minden nemzet életébe, minden európai nemzet életébe. És akkor most ez a bronzérem, és azt jelenti, hogy nem voltál csúcsformában, mert a világbajnokságon leszel majd akkor ezek szerint akkor. Igen. Nézzük így, ugye? Igen. A dolgot. Tényleg azt szokták mondani, hogy egy évben amúgy is nehéz ugye, kétszer csúcsformát hozni, főleg így, amikor nagyon közel van egymáshoz a két világverseny. Mi volt itt most akkor a elképzelésed? Hogy legyen felkészítve csúcsformába a keszthelyi EB-re, vagy úgymond edzésből csináltátok meg, és majd a VB-n kell mindenkinek legjobb formát hozni. Nos, hát már én többször elmondtam egyébként azt, hogy mi távlatokba tervezünk, tehát elsősorban olimpiai célkitűzéseink vannak. A mostani srácok, a mostani válogatott keret, azok, akik junior első számú keret tagjai, azok is úgy készülnek, és ezt mondjuk nektek nap mint nap, így van minden téren, szinte minden tekintetben, hogy előttük lévő versenyek, az országos bajnokságok fontos mérföldkövek. Fontos mérföldkő egy Európa bajnokság is, és most itt letettük a névjegyünket. Most a világbajnokság, ez is egy fontos mérföldkő lesz, de mi nem állunk meg sehol, mi mindenütt tapasztalatokat szerzünk. Persze, csak maga a felkészülés, ez hogy készítetted fel őket? Hát most... úgy, pontosan ezt akarom elmondani, tehát lélek, úgy készítjük fel őket, hogy itt maximumot kell hozni nyilván, de itt semmi baj nincs, semmi tragédia nem lesz, hogy esetleg... Na ezen van akkor a hangsúlyozva a tragédiát, semmi nincs. Hogyha nem jön ki a lépés, akkor nincs eredménykényszer, és ez nagy köszönetet nekünk a első számú vezetőnk, a Csötönyi Sándor úr, az elnök úr, ő is napi szinten elmondja nekünk, hogy semmilyen eredménykényszer nincs, mindenki hozza magából ki a maximumot. De akkor magyarul jól értem, akkor Bernál, akkor lazán kell bunyózni egyet, élvezetből. Igen. És semmi más nincs, nem? Igen. Ez meg is történt, tehát olyan azt lehet mondani, hogy olyan szinten boxolt, ő egyébként ott volt végig velem, a segítőtársam volt, és egyben a vezetőedzője, Badari Tibi, ott volt mellettem, és egyszerűen leesett az állunk, mert olyan magas szintű a kövjást. Tehát a korosztályánál talán ő még érettebb, nem csak technikai, taktikutásban, de egyébként agyilag is érettebb, mint a átlag. Ez volt az első érmed világversenyről, vagy már volt már EB-ről érmed? Nem, ez volt az első Európa-bajnokságon. Na, azt már tudjuk, hogy nagy nevű Badari Tibi az edződ. Igen. De mit lehet róla tudni, mikor kezdted az ökölvívást? 11 évesen kezdtem el. A neten kerestük meg ezt a klubot. Lementem. Lakhelyhez közel valót kerestél, vagy? Hát 20 kilométerre lakok Pesttől, Gödöllő mellett. És rögtön elkezdett velem foglalkozni. És azóta is minden nap ott vagyok edzésen, és foglalkozik velem. Ma is fog jönni, ma is ott lesz edzésünkön, válogatott készül, de fog jönni, és külön iskolázik majd vele. Tehát napi szinten követi a fejlődését. Akkor tudod, elnézve, akkor ilyen vívó típus vagy? Igen. Magas, nyulánk, és akkor szeretem. Kiszurkálod az ellenfelet? Hát azt szeretem. Igen. Hasonló, mint a Kovács Kokó István? Igen, olyasmi. Tényleg volt, vagy van példaképed? Nincs példaképem, én szeretnék példaképpé válni. Helyes. 15 éves vagy? Igen, márciusban töltöttem be. De akkor még jövőre is, akkor még ugye ebbe a korosztályba fogtál, 15-16 éves. A mostani csapatomból hárman szerencsére maradnak még. Tehát akkor még fiatal, ő még marad. Igen. Maradnak, és hát mivel eredményesek már most, hát jövőre még talán még eredményesebben lesznek, de azt lehet mondani, hogy erre a bajnokság és Európa bajnokságra is egy bő kerettel tudtam készülni, tudott a szövetség készülni, hiszen 13 súlycsoport van, de itt 26 gyerekben tudtunk gondolkodni, és azért nagy dolog, hogy 26 gyerekből 13 olyan srácot tudtunk kiválasztani, akik ilyen komoly eredményt tudtak elérni. Neked itthon meg kell küzdened az első számú válogatottságért, vagy teljesen egyértelmű, hogy 57 kilóban te vagy a legjobb itthon? Hát én minden meccsről odafigyelek, és vannak kemény ellenfeleim, akikkel oda kell tennem magam, hogy nyerni tudjak. Te hogy érzed? Egyértelmű, hogy te vagy az első számú, vagy azért meg kell értek küzdened? A boxban bármi megtörténhet, az is lehet jövőre. Nagyon diplomatikus. Igen, diplomatikus, hát okos. Egyébként nagyon sok olyan elméleti, gyakorlati
elméleti gyakorlatunk van, ami pontosan ezt szolgálja, hogy tudjanak esetleg nyilatkozni, tudjanak beszélni, és szóval minden este lefekvés előtt megmérem őket, fölmérem őket, és be kell mutatkozniuk. Minden este a célkitűzéseiket el kell mondaniuk, és mindig valami alkotó módon mindig tudnak valamit hozzáadni. Visszakanyarodva, amire ő diplomatikusan válaszolt, itthon mennyire kell odafigyelni? Van-e komoly vetítás, aki kiszoríthatja a válogatottból, vagy azt lehet mondani, hogy egyedül uralkodó itthon az 57 kilóban? Hát most egyedül uralkodó, úgy érzem, hogy most nincs olyan ellenfél, aki őt meg tudná szorítani, de hát a Alvoroszlántól mindig félni kell. Jó, az egy másik történet. Én különben örülnék, hogyha egy kicsit lennének vetítársak, akik odaállnak. Te is örülnél neki? Igen, jobb teljesítményre sarkalnának. Az 57 kilót jövőre is fogod tudni hozni? Azt terveztük az edzőmmel is, hogy ezt a VB után 60 kilóba fogok.